feltétlenül én egy magabiztos győzelmet szeretnék, egy összeszedett, egy koncentrált játékot, hogyha ebben a fiatalok nyilván megkapják a részüket, hogyha élnek vele, akkor biztos, hogy többet fogok játszani, hogyha nem, akkor viszont biztos, hogy változtatni fogunk. Tehát nekünk most én úgy gondolom, hogy itt főleg a teljesítmény az, ami nekünk ezen a mérkőzésen most fontos, tehát a saját magunkkal szemben támasztott követelményeknek kell megfelelnünk. Well, in the first 15 or 20 minutes it was a tough game and a kinti találkozóból kiindulva egy könnyű meccset várok a vasárnapi kek visszavágótól. Az első meccsen 15-20 percig még keményen tartották magukat a hollandok, de aztán fokozatosan átvettük az irányítást, és egyre jobban elhúztunk. Innentől kezdve már könnyű dolgunk volt. Ennek ellenére azért szívós ellenfél volt a holland, de megmutattuk, hogy kell kézilabdázni ellenük. Remekül bevált Gábor taktikája, néhány játékelemet remekül megvalósítottunk. Itthon azonban sokkal jobban kell játszanunk, és minden hibát kiavítani vasárnapig. Harcolnunk kell, koncentrálnunk, keményen védekezni, és gyors, kombinatív játékot bemutatni. Akkor nem lehet gond. Jobbak a játékosaink, a lövőink, úgyhogy biztos vagyok a győzelemben. And we must fix that this week and to show the better in Sunday. Hát feltétlenül itt a teljesítményünkön szeretnénk javítani. Én azért nem vagyok 100%-ig elégedett ezzel a Debrecen nem mutatott teljesítménnyel. Még akkor is, hogyha végül is én úgy gondolom, hogy magabiztosan hoztuk a kötelezőt, de itt az egyéni teljesítményekben kell nekünk feltétlenül javulni. Isten igazából itt ennek a mérkőzésnek ez lesz a nagy feladata, hogy egyénileg legyenek jobb teljesítmények, mint ami volt a Debrecen ellen.